Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon-nagyon örülök, hogy ma egy másfajta beszélgetésünk lesz, hogy ma egy interaktív beszélgetést tudunk tartani. Végre nincs itt a szerző, ki lehet beszélni a könyvet rendesen. Jó, ez a vicc volt, mert az eddigiek is nagyon-nagyon jók voltak. Ugye, hogy tudjátok, hogy egyrészt elküldöm majd nektek a felvételt, másrészt meg megtaláljátok az eddigieket is, meg ezt is a Facebookon, az Eszterház oldalon. Azt hiszem, ennyi most a legfontosabb dolog, a többit majd megbeszéljük a legközelebbi levélben. Akkor Anna, át is adom neked a szót, neki kapcsolom magamat. Köszönöm szépen, Kata. És akkor folytatnám ott, ahol Kata abba hagyta, hogy most egy egész más könyvről fogunk beszélni, mint amikről eddig. Nem csak, hogy a szerző nincs itt, őt majd egy picit megidézzük azért a beszélgetésünk során, mert nagyon sok videó, interjú készült vele, és választunk majd egyikből másikból. De ez a téma, ez ugye egy egészen más téma, mint amikről szoktunk beszélgetni. És ha már csak a címét nézzük, Boldog Észak. Ugye boldogságról sem nagyon szoktunk beszélgetni mi itt Közép-Európában. És hogy az Észak boldog legyen, vagy Északon találja meg valaki a boldogságát, az meg egészen különös. Ez a könyv három részből áll, ahogy olvastátok, biztosan észrevettétek, meg egy epilógusból. Az epilógus legutolsó mondatában azt ígéri nekünk a szerző, és azzal ijesztgeti a családját, hogy őket még belerángatom a következő regényembe, ami már arról fog szólni, hogy hogyan kerültünk ide, mármint Norvégiában, Magyarországról. És valóban beváltotta az ígéretét, mert megszületett ez a következő könyv, ahova jól belerángatta a családját, és aminek az a címe, hogy Megint hazavárunk. Ha Kata most ezt a Boldog Észak című könyvet nem válogatta volna be újra az idei könyv ajánlóba, akkor jövőre én ezt a Megint hazavárunk című művet ajánlottam volna Kun Árpádtól, mert most már azt jobban szeretem, mint ezt. Azt szeretném kérni tőletek, ahogy Kata is említette, hogy most nincs meghívott vendégünk, szerző sincs, tehát teljesen magunkra vagyunk utalva, amitől én nem tartok, hogy nem lesz érdekes a mai esténk, sőt, nagyon-nagyon számítok az aktív közreműködésetekre, és már is van segítőm, akit én kértem, sőt, úgy hívják, hogy Szemenyei Sarolta Saci, akit arra kértem, beépített emberként, hogy majd segítsen, tehát működjön közre bizonyos részek felolvasásában. De természetesen bárki majd közbe olvashat saját kedvenc részét, és közreműködés előtt még azt kérném, hogy akinek rendelkezésére áll a könyv, az a könyvborítót készítse elő, mert szükségünk lesz rá. Tulajdonképpen még annyit bocsájtanék előre, a könyv tartalmát szeretném majd nagyon röviden ismertetni, azok kedvéért, akik régen olvasták, vagy egyáltalán nem olvasták, hogy én elfogult vagyok, tehát én nem vagyok mérvadó ezzel a könyvvel kapcsolatosan, ugyanis
Most egy kis személyes vallomás következik. Pár évvel ezelőtt került a kezembe ez a könyv, nem a megjelenése idején, akkor, amikor egyre inkább erősödött bennem az a vágy, hogy én szeretnék elmenni Norvégiába, szeretném megismerni azt, ami ott van. Nem tudom, mi van, de egy kicsit kis tapasztalatot szeretnék gyűjteni, vagy szerezni, de nem úgy, mint turista, akit végigvezetnek a skandináv fővárosokon, vagy egy fjordhajózáson vehet részt, vagy nem úgy, mint egy kongresszusnak a résztvevője. Tehát én egyre inkább oldhatatlan vágyat éreztem az elmúlt években, hogy Norvégiát úgy ismerjem meg, hogy azokkal az emberekkel élek együtt egy ideig, akik norvégok. Tehát hogy lehet ezt megtenni, ugye, amikor az ember már nem 20 éves. És miközben ezen tanakodtam, ajánlotta valaki, egy kedves ismerős ezt a könyvet, aminek az a címe, hogy Boldog Észak, és a szerzője Kun Árpád, akiről semmit nem tudtam. És miután elolvastam a könyvet, volt egy olyan kósza ötletem, hogy én megkeresem ezt a Kun Árpádot, hát ha tud valamit javasolni, akár az öreg otthonban dolgozni, vagy bármi más hasonlót, hogy Norvégiába picit belemerülhessek. És tudjátok, hogy van, biztosan veletek is előfordult már, hogy valamire nagyon vágytok, és egyszer csak elkezd a dolog realizálódás felé tendálni. Nálam is így volt a helyzet. Mielőtt Kun Árpádot megkerestem volna, rábukkantam egy olyan lehetőségre, aminek az a neve, hogy Work Away. Tehát dolgoz valahol máshol. Ez egy hálózat, ahova 20 meg 30 évesek szoktak elmenni egyetem után, vagy amikor egy kis szünetet, vagy felfrissülést szeretnének az életükben. Hát én nem voltam sem 20, sem 30 éves, de megpróbáltam, és sikerült. És olyan tapasztalataim voltak, gyűltek össze, amelyek adalékul szolgálhatnak Kun Árpád regényéhez is. De hogy ezek mik, azt most nem árulnám el, hanem majd, ha eljön az ideje, közben talán. Én semmit nem ismer, nem tudtam Kun Árpádról, hogy kicsoda ő. Most már tudom, hogy ma egy 55 éves szerző, akinek korábban jelentek meg versei, verses kötetei, meg regényei is, francia szakos diplomája van, dolgozott Erdélyben is, dolgozott Franciaországban is, és Magyarországon természetesen. És 2013-ban jelent meg a Boldog Észak című regénye, amikor is a következő évben elnyerte az Egon művészeti díjat. És az egyik kérdésem az lenne, két kérdésre szeretném, ha az estünk végén a beszélgetésünkből kikristályosítanánk valamilyen választ. Az egyik kérdésem az, hogy boldog-e, hogy ez az éjszak, boldog-e, mit jelent ez a boldogság? Csak azt jelenti, hogy a főszereplőnk megtalálja
élete párját, és boldogan éli tovább az életét? Vagy van ennek valami tágabb értelme? Ha igen, mi az? Mitől lehet boldog egy régió? Mit teheti boldoggá? Mit értünk boldogságon? Egy mi érthető boldogságon? Tehát ez az egyik kérdés, Gubanc. A másik kérdésem pedig a következő, és ehhez most Barbi segítségét kérem, hogy az egyes számú mellékletünket légy szíves mutasd meg mindenkinek, mégpedig azt, hogy köszönöm szépen, Barbi, hogy 2014-ben ezeket a műveket jelölték az EGO művészeti díjra, amit itt láttok a szerzők betűrendjében. Több mint 80 könyv volt eredetileg, 80 mű eredetileg a felsorolásban. Ez a rövid lista, ez a 10 mű maradt. És az EGON díjról egy picit, EGON művészeti díjról, ez ma már 15 éves díj, a EGON biztosító indította el Eszéki Erzsébet kezdeményezésére 15 évvel ezelőtt, és most mi csak nézzük ezt a listát, ahol szerepel Kun Árpád Boldog Észak című regénye is, de milyen más művek között, és milyen más szerzők között. Most én ezt felolvasom, de közben ti is biztosan jegyzitek magatoknak, hogy mit olvastatok, és ezek között a művek között nem egy olyan is akad, amit mi közösen megbeszéltünk, ami témánk volt a könyvklubunkban. Bereményi Géza, Vadnai Bébi, Borbély Szilárd Nincs Telenek, már elmentem egy fiás, Csabai László, Szimbád Szibériában, Eszterházi Péter, Egyszerű történet, vesző 100 oldal, a kardozós változat, Gergely Ágnes, Két szimpla a kedvesben, Krasznahorkai László, Megy a világ, Kun Árpád, Boldog Észak, Takács Zsuzsa, Tiltott nyelv, Tompa Andrea, Fejtől Sláptól, Kettő orvos Erdélyben, Tóth Krisztina, Akvárium. Köszönjük szépen, Barbi! Lehet, hogy majd még visszakérjük a beszélgetésünk vége felé. Ha én vagyok a bírálók között, nagyon nehezen tudtam volna dönteni. De a bírálók, akiknek annyi a szempontjuk, ha jól tudom, hogy az előző évben megjelent művek közül, kortárs művek közül a arra méltóbbat választják ki. Egyetlen egy mű lesz EGON művészeti díjas, 3 millió forint díjazással. Tehát a második kérdésem az, hogy mit gondolunk mi így közösen, hogy vajon 2014-ben miért Kun Árpád műve lett az EGON művészeti díjazottja, milyen jellemzők lehetnek azok, aminek alapján ez a döntés született. És akkor még egy kicsit szaporítanám a szót, aztán majd a két kérdést többször is megismétlem, hogy a végére tényleg megszülessen a válasz. És most mielőtt átadnám nektek, nagyon röviden erről a műről, illetve a tartalmáról. Miről is van itt szó, és kiről, és kikről.
A főszereplő egy 38 éves, félig francia, negyed részben vietnámi, és negyed részben benszülött afrikai származék, Amy Bionnak hívják, aki egy nyugat-afrikai országban él, Benin nevű országban. Hát nem tudom, hogy közülünk ki az, aki Beninről olyan nagyon sok, a fővárosában, Cotonouban éli az életét, mint segédápoló. Amikor őt megismerjük, akkor már nem élnek se a nagyszülei, az apjáról nem tud semmit, és már az anyja sem él. Magányosan, idegenül bolyong abban az afrikai fővárosban, nincsen partnere, aszexuálisnak véli magát, homoszexuálisnak vélik mások. Egészen fura dolgok történnek vele. A nagyapja, majd francia, a fekete nagyapja, mivel Benin francia gyarmat volt, ezért Franciaországban képződött ki hivatalnoknak, és majdnem alkormányzója lett Beninnek, de mégis javas embernek állt. Ettől a nagyapától nagyon sok érdekes dolgot hall a főszereplőnk, aki egyszer csak, miután Beninbe norvég misszionáriusok érkeznek, velük közeli kapcsolatba kerül, nyelvet is megtanulja valamennyire. Egyszer csak elindul Európába, Franciaországon át, Bordeauxba, kicsit megáll, ahol az apja nyomait keresi, majd behajózik Norvégiába, ahol megint csak érdekes dolgok történnek vele, és egyre otthonosabban érzi magát, és megtalálja a boldogságot. És akkor most már tényleg átadom nektek a szót, és a kérdésem az, hogy voltatok ti azzal, hogy ugye arra gondolunk a címből, hogy akkor most valahol havas tájakra visz minket a szerző, és akkor nem hogy elindulunk, hanem jó meleg vidéken, Afrikában találjuk magunkat. Szóval a kérdésem, hogy voltatok ezzel, amikor elkezdtétek olvasni a könyvet? Aki hozzá szeretne szólni, az jelentkezzen, jó, és a mikrofonját kapcsolja be. Én nem látok mindenkit sajnos, de próbálok, és kérem Katát, hogy segítsél. Ja. Ildikót látom. Ildikó jelentkezik, igen. Vártam a végét, mert olyan izgalmas az eleje. Igen. De ugyanakkor, hát jó, nem akarok többet az elejéről beszélni, mert másnak is van véleménye, de hát ez rögtön egy ellentmondást utal, ugye? Hogy az Afrika és Észak, és Északra rögtön mást asszociálunk. Ennyi. Uh-huh. Ez nagyon fontos, az ellentmondás, Saci. Kicsit messzebbről kezdeném. Hallotok jól, mert a mikrofonom nem mindig jó. Igen, hallom. Akkor hallotok. Én azzal kezdeném, hogy
amikor a legelső mondatát ennek a könyvnek elolvastam, abban a pillanatban rabul ejtett. Egyszerűen úgy éreztem, hogy ez a könyv, ez egy különleges világ. Ha emlékeztek, nem tudom szó szerint idézni, de valahogy úgy kezdődik, hogy meghaltak sorba mind a nagyapám, az apám, az anyám, valami ilyen mondattal kezdődik. Ez egy annyira ütős mondat, egy annyira jellemző mondat, hogyha ezt egy kvízjátékban azt mondanák, hogy vajon melyik könyvnek az első mondata ez, szerintem mindannyian rávágnánk, mert ez a mondat mindenkivel benne ragad. És akkor most térnék oda, hogy boldogság. Mert ugye, ha egy könyv úgy kezdődik, hogy meghaltak sorba mind, és akkor elsorolja, hogy ki mindenki halt meg, az nem lesz boldog, az a könyv. És onnantól kezdve egy kicsit ellentmondásba kerül a címmel. De abban a pillanatban, ahogy elkezdem olvasni, és elolvasom az első jelenetet, azt a bizonyos, hogy jön az apám, kiszáll az apja a kocsiából, és elmegy, tehát az a benzinkutas jelenet, ha emlékeztek rá, már aki olvasta. Az egy félelmetes, izgalmas jelenet. Nem is tudom megfogalmazni, hogy milyen. Innentől kezdve tudtam azt, hogy ebben a könyvben benne lesz a boldogság, mert hiszen az apját az első pillanatban a halott apját látja, akármilyen körülmények között is. És innentől kezdve a kritikusok többször megjegyzik, hogy mágikus realizmus jellemzi a könyvet. Na most én ebből a mágikust hangsúlyoznám ki. A mágia, ami a könyvben végigkísért bennünket, szerves része a boldogságnak. A miénknek és az enyémnek is, meg mindenkiének, de a könyv főszereplőjének meg főként. Úgy teljes az élete, hogy együtt él ezekkel a mágiákkal. A nagyapjával, a hiedelmekkel, majd amikor elkerül Norvégiába, és ott az első állását megkapja, és olyan furcsán találkozik, mutasd fel Anna a borítót, mert most én hivatkoznék rá. Tehát találkozik ezzel ezzel a faragványjal, ahol önmagát látja viszont, vagy legalábbis azt hiszi. És a könyvben többször előfordul, hogy találkozik olyan irreális jelenséggel, amiben önmagát ismeri föl. Gondoljatok arra, hogy találkozik Bordóban azzal a lépcsőn lefele jövő orvossal, aki az ő képzeletbeli egy olyan, aki ő is lehetett volna. Ez a fafaragás is, ő is lehetett volna. És még egy csomó ilyen lehetett volna is van. Hát egyszerűen most egy picit nem baj, hogyha eltérek attól, hogy mitől boldog, mert most muszáj elmondanom, hogy ebben a könyvben olyan hihetetlen mélységű filozófia bújik meg, mert állandóan a választás lehetőségét veti föl, és a mi lett volna, ha kérdés ott van, hogy ha ő erre megy, akkor mi lesz belőle, ha arra megy, akkor mi lesz belőle, és csak gondoljátok el, hogy egész végig a véletlenek játszanak rengetegszer, nagyon nagy szerepet a könyvben, és ezek a véletlenek hozzák meg végül is számára a boldogságot. Az első véletlen, az nem is tudom már, hogy az első véletlen. Hát sok véletlen játszolik közben. A legutolsó nyilván a lányjal való találkozás, és itt most be is fejezem, tehát én azt gondolom, hogy a könyvben mindenütt a boldogság van jelen, különböző formációkban, de hogy igazából mi a boldogság, azt nem fogja megfogalmazni sem az író, sem a főszereplő, de azt hiszem, hogy mi sem tudjuk megfogalmazni, mert hiszen a boldogság az ezerféle lehet, és mindenkinek más, de én nekem ebből a könyvből sugárzik a boldogság, végig, mindenünnen. Köszönöm szépen, Saci. Én azért bízom benne, hogy valami összeáll abból, hogy ott északon mit jelent a boldogság. Mitől lehet boldog az észak? Ebből már pár dolgot hallottunk, de még vannak üres mozaik kockák. És akkor ki lesz a következő? Zsuzsa, hallgatunk.
Nem hallunk, Zsuzsa, a mikrofonodat légy szíves. Most lehet hallani? Igen. Az afrikai rész kezdetben egy ilyen zűrzavaros babonás valaminek találtam, ami hát annyira távol áll az én világomtól, meg általában az európai embervilágától, modern világtól, hogy de aztán rájöttem, hogy abban is megvan a logika, a szelleme, úgynevezett szellemvilágban, és nagyon sajátos logika van benne, ami hát ugye egy kicsit olyan misztikus. Ismétlem tőlem, az egész misztikum és az egész szellemvilág nagyon-nagyon távol áll, de ennek megvan a logikája és megvan a szépsége. Na most, hogy ő miért nem boldog az elején, szerintem az elején nem boldog, mert ő egy keverék tulajdonképpen, nem fekete bőrű, tehát fekete ember, de nem egy fajta feketeség van benne, először is van benne francia és vietnámi vér. Tehát, mint ilyen keverék, soha nem tartozik egyetlen csoporthoz sem igazán, tehát már eleve egy zárkózott, magának való típus nő ki belőle, aki az iskolában is senki mással nem hajlandó érintkezni, csak azokkal, akik eredetileg franciák, vagy pedig európaiak, és ezért is vonzódik a norvég csoporthoz. Tehát ő egy kiesik egy bizonyos mértékig az afrikai társadalomból, mert keverik. Tehát abból a közösségből, vagy azokból az ebből. Egyébként csodálatosan mulatságos dolgokat ír le ebbe az afrikai világba, ahogy a marxizmus-leninizmus jelentkezik ott. Hát ez valami aranyos. Komolyan mondom, hogy aranyos. Úgyhogy ezt, hogy Afrikában hogyan jelentkezik ez az egész idea és eszme, hát azon csak mosolyogni lehet, vagy nevetni, de nagyon, nagyon aranyos. Nem sokkal különbek, mint nálunk, csak másképp nyilvánul meg. Na, boldogságot illeti. Hát északon azok a norvégok tulajdonképpen ők nem tudják, hogy boldog. Nekik olyan természetes, hogy úgy élnek, ahogy élnek, egy olyan modern világban, ahol 80 és 100 között is az embert igyekeznek, vagy akár a beteg embert, vagy a nem normális embert, vagy a demens embert, vagy igyekeznek mindennel ellátni. Ezt a norvégok nem olyan természetesnek találják, mint ahogy nálunk nem találják természetesnek. Szóval, és akkor mi vagyunk a humánus társadalom. Ezt nem lehet mondani, hogy ez, hogy is mondjam, Norvégiában ez boldogságot okoznak, nekik ez egy természetes. Viszont egy kelet-európai embernek, aki Magyarországról megy el, vagy akár máshonnan, és ott Norvégiába beilleszkedik ebbe a csodálatosan modern idős otthonba, én, mint egészségügyi, én azt figyeltem meg a leginkább, hogy milyen, hogy van ez felszerelve ez az idős otthon, milyen minden digitális, minden, szóval minden mindennel fel van szerelve. Úgyhogy ez nekik magától értetődő, és ott azok az emberek is, meg meglehetősen, akik nagyon idősek és nagyon betegek, azok is olyan körülmények között élnek, hogy viszonylag jól érzik magukat. Ez, ami az ő boldogságát illeti, az, hogy szereti a munkáját. Ha ő nem szeretné ezt az idős, mint segédápoló, aki a legszennyesebb, legdurvább részét végzi az ápolásnak, ha ő ezt nem szeretné, nem volna benne empátia, hanem utálná, nem iszonyodna tőle, nem szeretné azokat az embereket, akkor ő boldogtalan volna. Tehát ő a boldogságát először a munkájába találja meg, és csak másodban a szerelmébe. Legalábbis én így látom. Köszi szépen, köszönjük szépen. Ki szeretné folytatni? András hallgatunk, és Ildikó, te pedig utána, jó? András után. Igen, köszönöm a szót. Csak annyit mondanék, hogy hát azt nem tudom, hogy északon mennyire boldogok az emberek. De azt viszont igen, hogyha az ember ezt elolvassa, akkor az az érzés, ami benne marad, az, hogy érdemes irigykedni. Lehet irigykedni a norvégokra. Nagyon lehet irigykedni a norvégokra. Az, ahogy a norvégok az idős embereket kezelik, az példamutató, és sajnos össze lehet hasonlítani, hogy kezelik ezt Magyarországon, és akkor az emberben nem tudom, hogy a boldogságból mi lesz, de hogy irigykedni szabad ezután. Jó, kösz András. Ildikó előtt én még megkérdezném,
hogy csak az idős embereket kezelik úgy? Hogyha felidézzük az első jelenetét Amy-nek, a Norvégiába érkezésének az első jelenetét, az első szituációt, emlékeztek arra? Igen, igen, igen. Hogy, mint a bolondok hajója, nem tudom már másképpen, mert igen. Egy csomó mentálisan beteg. Down-szindrómosak van. Hát nem mind Down-szindrómás, van ott minden. Na most mozgássérültek, értelmi sérültek, Down-szindrómások, és honnan jönnek ők? Akkor éppen. Kirándulni voltak. De hol? Elviszik őket egy hajó, igen. Sokan, nagyon sok embert, nagyon sok értelmi sérült embert, és visznek valahova Dél-Európába nyaralni. Nyaralni. Mert erre van az államnak pénze. És milyen hírnek örülnek ott éppen a hajó fedélzetén? Emlékeztek arra? Annak, hogy az az ember, aki hát ő is értelmileg sérült, de ki kellett, egy sorházba költöztették egy kertesházból, vissza akarja igényelni a kertesházát, mert különben ő nem érzi jól magát, nem tud jól egy sorházban élni. Igen. Érzi neki az önkormányzat, vagy nevezzük, aminek akarjuk, hogy megkapja ezt a kertesházat. Igaz, hogy évekbe telt, de megkapta végül. Igen. Ildikó. Na, én csak azt szeretném mondani az első részére, ami annyira izgalmas, különben szerintem az egész könyv izgalmas, és teljesen osztom a véleményed. Én olvastam a másodikat is, ez most zárójel, és én az első mellett teszem le az igazi voksot, de az az első része, ami hát a szellemvilág, Afrika, de én nekem az én benyomásom első pillanattól, hogy ő LSD-t is használ, valamit használ, és ez fölfokozza mindazt, amit eddig például a Zsuzsa elmondott, hogy sehová nem tudott beilleszkedni, hogy ő kiló az eredete, stb. De itt van egy LSD, ha nevezzük ennek, mindegy, hogy mást szedett, és ez nagyon felfokozza ezt az egész víziót, és valahogy amikor ő igazából, de ugyanakkor megcsinálja a munkáját. Tehát mindent ellátja a munkáját. Tehát a fordulat valahol ott van, hogy mégis a realitáshoz visszatér, amikor szorosabb kapcsolat kerül a norvég luteránus közösséggel. Valahogy szerintem ott van, ami hát, hogy mégis elmenni innen, ugye? Mert már semmi nem köti. De ez az LSD, ez szerintem ez nagyon nagyszerűen írja le. Az nem biztos, hogy LSD. Nem, lehet, hogy nem LSD, de valami más. Kata. Be vagyok-e, vagy ki vagyok kapcsolva? Szembe vagy, hallotok? Igen. Igen. Jó. Hogy én úgy értelmeztem a boldogságot, hogy egy mélységesen introvertált emberről van szó, aki akkor érzi jól magát, hogyha feladata van, ha tanulhat, például jól érezte magát a középiskolában, nagyon nehéz francia középiskolában, jól érzi magát az összes munkájában, de szorong, ha emberi kapcsolatokról van szó, ezt a szorongást oldja a nagypapájától kapott szerrel is, és azért tetszik nekem ki a Norvégia, amitől én rögtön, mint extrovertált ember, biztos, hogy meghalnék egy hét után, hogy mindenki békén hagyjam, az emberek nem szólnak egymáshoz, alig él ott valaki, azon a vidéken, ahol ő, és azok se érnek, nem érnek egymáshoz, nem kérdeznek semmit egymástól, tehát békén hagyják őt nyugalomban, magában. És gondoljatok bele, hogy mit csinál ez az ember, ez a főszereplő, amikor egyedül van, és mikor van szabad napja, bámul ki az ablakon, és képzelődik. Tehát, hogy ilyen életet él, és erre tökéletesen alkalmas ez az északi hely a világtól távol. Tehát van, akinek ez jó, és van, akinek nem jó. Neki nagyon jó, és annál is inkább, mert megtalálja életében először a szerelmet,
és ezt is itt tudja megtalálni, mert ugyanakkor annyira toleráns társadalom, hogy mindez belefér, de itt nem akarom ezt ellőni, mert erről még nem beszéltünk. Úgyhogy nekem azért is nagyon érdekes, mert hogy olvasni is alig bírtam a norvég részt az afrikai rész után, annyira más világ volt, és ugyan én is borzasztóan akceptálom, és nagyon tetszik, hogy ilyen jó a szociális ellátórendszer, de annyira dermesztő világ, hogy sokkal közelebb áll hozzám a Beninin, ahol soha nem jártam még Afrikának ezen a részén, de úgy képzelem, hogy közel állna hozzám, közelebb áll az a világ. De mégis meg kellett értenem, hogy a főszereplőnek viszont jó ez a hely, ez az éjszak. Én így értelmeztem a boldogságot. Kösz szépen. Bea? Nem tudom, hogy jól hallotok? Igen. Hát én abból az aspektusból közelítek ehhez a boldogság témához, hogyha megnézzük a főhősnek a gyerekkorát, hogy tulajdonképpen ugye az anyja, apja mind a ketten elég gyorsan túladtak rajta, és maradt a nagyapja, akitől tulajdonképpen az életre való dolgokat mind megtanulta, átvette, és próbálta valahogy végül is az életében az apja nyomát megtalálni. Azért indult el Afrikából, hogy valahogy megtalálja, hogy merre jár az apja. És hát nekem, ami a legmegdöbbentőbb volt a könyvben, megmondom őszintén, az anyjával való azonosulása a csodakígyó esetében, miközben Párizsba ért. Hát szerintem annál, szóval, hogy ezt hogy lehetett így kitalálni, leírni, és hogy végül is a gyerek-anya kapcsolatban ez hogy jelent meg, hát én ezt nagyon-nagyon érdekesnek találtam, megmondom őszintén, és tulajdonképpen ő végig kereste a helyét a világban. Most éppen mint segédápolóként próbálkozott, de szerintem bármilyen foglalkozása lett volna, ugyanilyen vehemenciával veti bele magát, mert nincs más része az életének, ami ennyire tulajdonképpen kitölti a saját maga egyéniségét, mert hogy semmiféle családi, emberi kapcsolata jóformán nem volt egészen addig, még ugye Norvégiában rá nem talál a szerelem, és akkor ott próbálnak valami emberi kapcsolatot kialakítani. Szóval nekem az afrikai rész az valami fantasztikus volt, megmondom őszintén. A norvég rész azt, hát hogy nagyjából szerintem mindannyian ismerjük, hogy a északi államoknak az öregekhez való viszonya milyen, tehát azt hiszem, hogy az a világon egyedülálló, nem csak hozzánk viszonyítva, Amerikához viszonyítva, de önmagába véve az emberi boldogság, hát az szerintem, hogy mi a boldogság, az mindenkinek tényleg más, de azért szerintem, mikor valaki úgy érzi, hogy boldog, akkor valami olyan dolgot csinál, amit szeret, az biztos, mert hogyha olyat csinál, amit nem szeret, akkor akárhol él, nem tud boldog lenni. Úgyhogy, és ő ezt megtalálta, és ezért én úgy érzem, hogy azért hogy nagyjából a címe látszik a könyvnek, hogy miért ez a könyv, mert ilyennyit tennék hozzá. Kösz szépen. Akkor ezt a kis beárt szünetet most töltsük ki azzal, hogy igazából belemerülünk egy picit Kun Árpád világába, és megkérem Satit, hogy akkor azt a részt olvassa fel, az afrikai részt, amiben megegyeztünk, ami a Amy, tehát a főszereplő szüleinek a találkozásáról szól, de itt a nagyapáról is szó lesz. Csak akkor előjáróban annyit, hogy a nagymama meghalt, és a nagyapa együtt él, tehát a fekete nagyapa együtt él a lányával, a felserdült lányával, aki éppen nagyon-nagyon beteg lesz. Nagyapa, aki javasember, megállapítja, akik olvasták a könyvet, ismerős ez a rész, megállapítja, hogy sárga láza van a lánynak, amit ő javasemberként is nehezen tud gyógyítani. Bízik benne, hogy
hogy túljut rajta a lány, de nem, egyre súlyosbodik az állapota, minden kijön belőle, tehát nem marad meg benne táplálék. A nagyapa, mivel a gyógyítás szellemével, Oszanyinnal jó viszonyban van, Oszanyin megismertette őt a gyógyító anyagokkal, ezért egy olyan kúpot ad a lányának, amitől ez a nagyon veszélyes hányás megszűnik, de ugyanebből a növénynek a főzetéből ő maga is kortyol egy kicsit, tehát a nagyapa is, hogy át tudjon menni a szellemek világába, hogy a gyógyító szellem majd segítsen neki, de ettől a nagyapa is elgyengül. És innen adom át a szót Sacinak. Nagyapám és a sárga láz nem bírtak egymással. Egyiknek sem sikerült felülkerekednie a másikon. A sárga láznak nem volt sietős, nagyapámnak viszont rövid idő múlva vissza kellett térnie a látóhatár függönye mögül az anyámhoz, hiába hevert még sokáig a túloldalon a küzdelemtől végsőkig elcsigázva. Nagy összpontosítással visszaterelte életerejét a testébe, hogy az megmozduljon, és ne heverjen ugyanolyan magatehetetlenül, ahogy az anyám teste. Amikor már képes volt rá, felnyalábolta az anyámat, akinek a szájából a hányás csillapító hatására legalább a kátrány fekete lé nem folyt már, és bevitte a franciák által működtetett orvosi ügyeletre. Történetesen oda, ahol apám frissen végzett medikusként a gyakorlatát végezte. Abban az évben az esős évszak még több csapadékot hozott, mint általában. A hetek óta szünet nélkül szakadó monszuneső miatt hömpölygött az ár egész Cotonouban. Az orvosi rendelő területén térdig ért a víz. Ömlött a folyosón, a vizsgálóhelyiségekben, de még a műtőkben is. Nagyapám a fal mellett ült a lassú sodrásban anyámmal az ölében, amikor apám hozzájuk lépett. Föléjük hajolt, kitapintotta mindkettőjük pulzusát. Megállapította, hogy alig észlelhető. Első ránézésre látta, hogy a fiatal nő a sárgaláznak a legutolsó, a halált közvetlenül megelőző stádiumába jutott, teljesen kiszáradt és kihűlt. Nagyapámat se kellett hosszan vizsgálnia, hogy felállítsa a kórismét, miszerint a középkorú férfi kábítószer hatása alatt áll. Klinikai értelemben egyikkel sem volt mit tennie abban a pillanatban. Tapasztalatlan medikusként kissé tanástalan volt, de nem maradt ideje elgondolkodni, mert elrángatták egy másik sürgős esethez a zsúfolt folyosó másik végébe. Akkor, amikor fél óra múlva visszatért, már csak hűlt helyét lelte mindkét betegnek, mintha tovább sodorta volna őket a hömpölygő esővíz. Hogy dühöngése idején a sárgaház milyen alakot öltött a látóhatár mögött, nem tudtam meg, de azt később magam hallottam a nagyapámtól, hogy nem véletlenül vizsgálta meg anyámat francia orvosként éppen egy sárga bőrű ember. Nagyapám, aki javasemberi praxisában gyógyított színekkel, és ajánlotta az ebben vagy abban a bajban szenvedőknek, hogy egészségük érdekében ezt vagy azt a színt használják, vagy éppen kerüljék, tudta, hogy a sárgabőrű orvost a sárgaláz küldte, annak jeleként, hogy békülékeny hangulatban van. Anyám nem halt meg másnapra, pedig a diagnózisa szerint meg kellett volna halnia. A harmadik napon pedig jobban lett, nem hányta ki a főzetet, amit nagyapám belédiktált. A testhőmérséklete újra normális lett, és visszanyerte az eszméletét. Amikor anyám meggyógyult, nagyapám visszatért vele a sárgabőrű francia orvoshoz. Ajándékot vittek, ami nem csak neki szólt, hanem rajta keresztül a sárgaláznak is, akit nagyapám emlékeztetni akart rá, hogy nagy összecsapások kibéküléssel ért véget. Ez még akkor is fontos, ha később más betegnél megint találkozni fognak, és újra az ellentétes oldalon fognak állni. Apám udvariasan megkérdezte, hogy a biztonság kedvéért most újra megvizsgálhatja-e anyámat, akinek a túlélését klinikai csodának tartotta, bár óvatosságból nem minősített, jól megtanították rá, hogy nem tapasztalt eleget ahhoz, hogy ilyen nagy szavakkal dobálózzon. Megvizsgálta egyszer. Még egyszer.
Harmadszorra azért nem, mert szégyelte magát, hogy egyszerűen nem bír betelni anyám vizsgálatával. Pár nappal később kilátogatott nagyapámékhoz, és azután rendszeres vendégük lett. Anyám testét már nem orvosi szemmel nézte, érdeklődése más természetűvé vált. Anyám testébe a sárgalász hűlt helyére nem sokára egy másik lény költözött, akiből én lettem. Amikor megszülettem, apám minden éjszakáját a szúnyogháló alatt töltötte. Lassan már ahhoz is hozzászokott, hogy nem csak anyám fekszik mellette, hanem két óriás kígyó is. Az óriás kígyók az anyáméim voltak, és sajátos neveltetése folytán úgy hozzátartoztak, ahogy ő mondta, mint a saját keze és lába. Éppen csak érezni nem érzett velük. Apám minden esetre anyám és az óriás kígyók mellől kelt fel reggelente, és járt be a rendelőbe. Köszönjük szépen! És hogyha szabad még egy szót mondanom, itt most az óriás kígyókról eszembe jutott az, hogy nem igazán beszéltünk Kunárfádnak az írói eszköztáráról, ami hihetetlen széles spektrumon dolgozik, de például az óriás kígyóknak van egy epiteton ornánsza, hogy is nevezte őket? Nyomott kedélyű, de jóságos óriás kígyók, és ez mindig ez kerül elő, és nekem rögtön ez jutott eszembe, hogy ezek ilyen eposzi állandó jelzők, és az valami csodálatos, hogy mindenre kiterjed az írói tára. Köszönöm, igen. Bocsánat, ezt csak megegyeztem. És ugye úgy jönnek az óriás kígyók be a történetbe, hogy miután a nagyanya eltűnt, most ezt nem részletezzük hogyan, az se akármilyen módon, igen, eltűnt. A nagyapa a fiát egy rokonra bízta, a lányát pedig Dannak, a nyomott kedélyű, de jóságos óriás kígyónak a papnői nevelték éveken át, míg a nagyapa újra magához nem vette, hogy sárgalázat kapjon például, és ez a, tehát a Dan nyomán, az óriás nyomott kedélyű, de jóságos óriás kígyó nyomán egyszerűen ez a lány megszerette az óriás kígyókat, és nélkülük már nem tudta elképzelni az életét. De most nézzük, és Barbie, most tőled kérem majd a hármas számú mellékletünket, ez egy kis portré lesz arról, hogy kicsoda is Kun Árpád. Tehát őt halljuk most beszélni egy pár percig. Ki ez az ember? Bocsánat, mellé nyomtam. Fiatalabb koromban ilyen menekülhetnékem volt, valószínűleg elég hosszan. Nem igazán szerettem sehova se betagozódni. Meg azért van bennem nyilván kalandvágy, meg ez az idegenség. Egyrészt szeretem az idegenséget, talán nem tudom a magamét, a másét, meg nagy kíváncsiság van bennem. Szóval van pozitív és negatív is benne, azt hiszem. Ilyen fura, szürreális tájba vagy benne, beleszakadnak a meredek hegycsúcsok a fjordba, a fjord meg ilyen nagyon tiszta, kék, szép, nagy, nem tudom, akkor vannak a gleccserek, van a hó fönn a hegytetőn. Tehát ilyen, most azt mondom, hogy hó, és akkor például a hóval kapcsolatban nem tudtam semmit a hóról korábban. Tehát, hogy ez hány féle lehet, meg hogy már tulajdonképpen eszkimól kéne megtanulni, hogy rendesen elmeséljem a havat, tudod? Tehát, hogy amikor rásüt a nap, amikor megolvasztja a tetejét, de egyébként tök hideg van, meg ilyen furcsa dolgok. Valami egyébként ebbe belekerült a boldog éjszakba, mert valahogy szerettem volna felhasználni ezt a
tragikus és nagyon erőteljes tájat. Ez egy kicsit ilyen Wagneri mű, mondjuk, tudod, a táj típusokon belül egy ilyen Wagneri táj. Hogy kerültünk ki? Véletlen folytán, hogy a feleségemnek volt egy norvég Giába, Oszlóba szerzett diplomája, még a 90-es évekből, és azzal talált egy állást. Én meg elmentem a második gyerekkel, itt van egyébként a játszótéren, az egész társaság, Gyedre, mert nekem az állásom, a magyar állásom után volt egy Gyedem, és aztán így nekivágtunk Norvégiának, hogy akkor maradunk ott 3-4 évet maximum, és akkor most végül is eléggé kín vagyunk ragadva, éppen ez a kínragadás van most. A véletlen, ami aztán utána sors lesz, nem tudom, nyilván. Mert ugye ez a norvég is, hát mi a francot keresek én Norvégiába, gondoltam magamba, aztán most meg aztán lett értelme ott az életemnek, érted? Mindent mindig újra és újra elkezdek az elején. Valami ilyesmi van bennem, azt hiszem, tehát, hogy néha úgy tűnik, mint hogyha feledékeny lennék, az is vagyok, jó, de ugyanakkor az is van, hogy nekem mindig végig kell gondolnom mindent, mert nem csinálom a dolgokat ilyen sémaszerűen. Sokan azért csinálnak rutin dolgokat, meg azért csinálnak séma alapján dolgokat, mert abba látják a biztonságukat. Nekem ebben nincs biztonság, nekem engem ez valószínűleg ez csak zavar, mert hogyha rutinból kell csinálnom dolgokat, akkor mindig valamit elrontok. Tehát mi volt a kérdés, hogy miért korszakalkotó zseni Kunárpád? Igen, tehát hogy... nem, azt szerette... tehát hogy az István tegnap írta, hogy akkor mondja a laudációt, és... mondtam, hogy egész nap tanítok, és már nagyon fáradt leszek. Tehát, hogy kell egy kérdés, akkor első változatban azt írtam, hogy valamivel enyhébben, de akkor, tehát, hogy aztán szóban ebben maradtunk valóban. Nagyon sokáig volt nálam az írókör, konkrétan a lakásomban. Köszönjük ezt, már nem kérjük. Keresztül, nem szeretek vendég. Rendben. Köszi. És mielőtt Afrikából áteveznénk a következő helyszínre, esetleg Franciaország érintésével, én még szeretnék egy rövid megjegyzést tenni, hogy ugye már még csak említésszerűen vetődtek fel a stílus rétegek, és Kun Árpádnak az írói eszközei. Én itt az afrikai helyszínen, de később is azt vettem észre, hogy a nagyapa szájába adja azokat a fontos üzeneteit, amiket nekünk szán. Például az általános jóról és gonoszról azt mondja, nagyapám szerint nem oszlik a világ jóra és gonoszra, ez a 25. oldalon található, hanem minden a tárgyak, élőlények, szellemek, kicsit ilyenek, kicsit olyanok. Azok, akik két ellentétes oldalra osztják fel a világ erőit, önös érdekből teszik, azért, hogy bebizonyítsák, ők azoknak a jó erőknek a szövetségesei, amelyeket nem kell féken tartaniuk. Ennek következményeként a kezdetben szelídnek tűnő erők átalakulnak ellenségessé, és ez fordítva is igaz. Kitartás és odafigyelés kérdése, hogy egy ellenséges erő mikor szelídül meg. Tehát itt olyan mély
mély értelmű üzenetet kapunk, amiről elfilozofálgathatnánk egész este akár. De ezt nem tesszük, hanem megkérdezem tőletek, hogy itt az afrikai részhez még van-e bárkinek hozzáfűzni valója, vagy az eddigiekhez, vagy a továbbiakhoz, vagy szeretne valaki kérdezni valamit, vagy felolvasni valami olyan részt, ami neki nagyon kedves volt. Saci? Bocsánat, már megint szövegelni fogok egy kicsit, de pont az afrikai rész az, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és nagyon bevonzott, és teljesen magáévá tett. És csatlakozok hozzád, Anna, mert tényleg olyan mély filozófikus gondolatok vannak benne, amik, hát úgy megálltam az olvasásba, és gondolkoztam, és hallgattam, és visszamentem, és akármi. És végül eljutottam oda, hogy a könyv filozófiája, és... Én is megnéztem egy csomó riportot, meg portrét Kunárpádról, és úgy gondolom, hogy az író filozófiája is valahol súrolja a buddhizmust, a taoizmust. Nem is tudom pontosan, hogy fogalmazza meg, tehát egy nagyon érdekes keleti filozófiában mozog. Csak gondoljatok arra, amikor arról van szó, hogy a pillanat, lehet, hogy tudom idézni. Nagyapám hite szerint minden lénynek végig kell haladni a teremtés útján, a kezdetek kezdetétől indulva elérje a saját születését, és néhány soron, néhány mondaton keresztül még ezt boncolgatja, ami nekem a buddhizmusra rímel teljes egészében. Vagy egy másik rész, ahol azt mondja, hogy éjjel-nappal magasztaljuk tehát a hatalmas legvát, az afrikai Isten, a gondolkodás szellemét, még pedig úgy, hogy tiszteljük a lakhelyét, a fejünket, és gondolkozunk. Tehát ez olyan, tényleg Anna, amit elmondott, ahhoz kapcsolódik, de azt gondolom, hogy az egész afrikai részen végigvonul egy életfilozófia, egy nagyon pontosan körülhatárolt, és tükrözött életfilozófia, amit felénk kisugároz. Bocsánat, ezt akartam csak beszúrni. Ja, csak még egy mondat. Iszonyatosan csodáltam azt a fantáziát, ahogy Kunárpád kitalált egy afrikai népet, egy afrikai nép hiedelemvilágát és történetét. Aki mondta. Igen, elhelyezte őket földrajzilag, időben is. Hát ez ilyen nincs, hát ez valami elképesztő, hogy itt Magyarországon egy emberke kitalál egy afrikai történetet, egy tökéletes, kerek afrikai történetet. És lehet, hogy azért találta ki azt az afrikai történetet, hogy egyik szavamat a másikatban ne öltsem, hogy elmondhassa azt, hogy ez egy olyan nép, akik nem veszekszenek, hanem tárgyalnak, 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 addig, amíg valamilyen megállapodásra nem tudnak jutni. És akkor ezt a népet a saját hazájukból, a saját barlanglakásaikból, ugye a gyémántvadászok kiüldözik a gépeikkel, a borzalmas erőszakosságokkal. Szóval ez a szimbóluma a korunknak. Tessék? Ez egy példabeszéd. Pontosan, igen. Most már itt beszéltünk ellentmondások, vagy szóba jöttek ellentmondások. Szóba jött a véletlenek szerepe, amiből ő maga, Kunárpád mondta, hogy a véletlenekből akár sors is lehet. Tehát most már szépen bontogatjuk le a hagymának a héját. Kata szeretne valamit hozzátenni. Kérdezni szeretnélek benneteket, mindenkit, hogy mielőtt az afrikai főszereplőnk elindul az európai útjára, ugye nagyon, nagyon hosszú a készülődés, hosszú-hosszú évekig csak úti könyveket olvas és tanul meg Európáról, de mielőtt elindulna, van egy borzalmasan izgalmas jelenet, hogy a zarándokok fájáról lóg lefelé, fejjel lefelé. Igen. Ja, és hogy valami iszonyú érdekes az az élmény, amit leír, hogy milyen érzés napokig lógni, hogy a fejébe megy a vér, és a lógás után egyszer leszedik a fáról, a zarándokokat így nevező zarándok úton van, ezt is mondja a munkahelyén, hogy azért
nem jön dolgozni, most egy darabig a zarándok útra megy. Leveszik őket, megmasszírozzák, visszamegy belőlük a vér, kapnak inni, és utána visszaakasztják őket még egy kis időre. Na most, hogy erről mi a véleményetek? Annál is inkább, mert van-e a jógának egy olyan fajtája, amit úgy hívnak, hogy Aerial Yoga, és az egyik nap, pont miközben olvastam a könyvet, beúszott egy hirdetés a Facebookon, hogy már otthon is lehet csinálni, mert lehet kapni hozzá hevedereket, vagyis hogy fejjel lefelé lóg az ember a saját szobájában, mondjuk órákon át, és közben jogázik. Hogy ez szerintetek milyen szimbolikus dolog, vagy ez egy lét, valamiféle praxis, amit valakik csinálnak, hogy erről mit gondoltatok, miközben ezt olvastátok? És hogy nem, egyáltalán nem halnak bele ezek az emberek, hanem úgy tűnik, hogy inkább iszonyatos nagy energiát kapnak ettől az élménytől, legalábbis a főszereplőnk. Én röviden, a rövid válaszom az, hogy is. Szimbolikus is, de lehet valóság alapja is, vagy mind a, szóval a kettőnek az ötvözete, érzésem szerint. Író megengedhet magának némi túlzást. Igen? Én csak szeretném megerősíteni ezzel a elmondott példával, Katát elmondott példával, hogy ebben a könyvben végigvonul egy keleti filozófia. Mert ez a fejjel lefelé lógás is annak, abba illeszkedik bele. Most belemehetnénk a filozófiai elemzésbe, de talán nem ez a célunk most ezzel a beszélgetéssel, de igazából megérne egy beszélgetést az is. Hogy... Azt nem tudom, miért keleti. Hát ez nem keleti, ez egy világ, ami Afrika nem keleti. Ez a jó. Én az imént arra utaltam, hogy vannak olyan mondatok, olyan bekezdések és olyan gondolatok benne, amelyek teljesen illeszkednek a zen buddhizmus gondolatvilágához. És a Kata által imént elmondott idézet vagy példa is erősíti bennem ezt a gondolatot, hogy a zen buddhizmushoz, és így ezért keleti filozófia, ehhez erőteljesen közelít a könyv gondolatvilága, és a főszereplő életfilozófiája is, meg szerintem a Kun Árpád életfilozófiája is. Köszönjük Judit, Gera Juditnak adnám a szót. Köszönöm a szót. Én ezt a fejjel lefelé lógást tényleg szimbolikusnak érzem, én is. Egy kicsit annak a szimbólumának érzem, hogy ugye ez az ember megfordul, tehát teljesen fejjel lefelé fog kerülni északra, tehát átütő értelemben. Ez egy geográfiai felfordulás. Tehát, hogy, és hogy én ezt az egész afrikai hiedelemvilágot, én kevésbé látom ebbe a zen buddhizmust, de nem értem egészen, hogy kerül-e oda. De hogy átkerül egy ilyen irracionális hiedelemvilágból, ami egy kicsit nekem azért sztereotíp a regényben, ha egy kritikai hangot is meg lehet engedni. Hogyne. És akkor átjut ebbe a nagyon racionálisan szervezett, nagyon európai, nagyon fejlett világba, ami az ő számára egy fejjel lefelé lógás, tehát egy teljes megváltozás, és az ő alkalmazkodása annál nagyobb erejű, tehát hogy az afrikai háttér az, mintha ahhoz kéne, hogy egy ellenpólusa legyen az északi racionalitásnak, és a jól szervezettségnek, és a civilizáltságnak. Tehát ilyen értelemben egy kicsit úgy érzem, hogy egy kicsit eurocentrikus az egész. De hát nagyon, nagyon érdekes, én ezt a lógást így értelmeztem. Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Én személy szerint köszönöm szépen, hogy itt az ellenpólushoz való átvezetésként is értelmezhetjük feltétlenül. És van valaki másnak is? András? Te hogy gondolod? Bekapcsolom, nem tudom, de régen olvastam, de részleteket nem tudok. De az biztos, hogy az megmaradt bennem, hogy a Kun Árpád nagyon ügyesen keveri a valóságot meg a fikciót. Valamikor lehet tudni, hogy ez biztos fikció.
és amikor lehet tudni, hogy hát ez tényleg a valóság, és van egy csomó olyan rész, ahol az ember elbizonytalanodik, hogy nem tudja, hogy ezt most hova sorolja. És hát ez a szerző dicsérete tulajdonképpen, mert ez ügyesnek kell lenni, hogy valaki úgy fogalmazza meg, hogy az ember elgondolkodik, hogy ez most hova is tartozik. Köszönjük szépen. És akkor azt hiszem a Franciaországban töltött hetein úgy átugorhatunk, vagy ti hogy gondoljátok, van-e valakinek fontos hozzáfűzni valója a Bordóban megélt élményére, amikor az apja böröngyét nyitotta ki, és abban mit talált, és beült az apja Volvójába, azt hiszem, és elindult Norvégia felé. És csodájára megérkezett Norvégiába, ahol felhívta az első címet, amit a még Beninben az evangélikus misszió tagjaitól kapott, és lásd csodát, már volt is állása, munkája, szállása, és Norvégia földjén, ez nyár volt, nyáron jól érezte magát. Hol is volt ez a munka? És most akkor jönnek a... kaptunk. Kereszti Zsuzsa írt levelet mindenkinek. Igen, hogy a baobabfára azért lógnak. Igen. Előbb, egy pillanat, csak előbb kattintottam rá, mint hogy megkérdeztem volna, hogy ott azért lógatják föl magukat az emberek, hogy az egyetlen legyen, aki ott lóg, akit kiválaszt a vuduisten. Igen. Ez a szempont nekem nagyon fontos volt. Ennyi. De közben is valami fantasztikus érzés, mert közben valami zene hallatszik, mintha énekelgetnének magukba, vagy valami hang jönne belőlük, mikor már több napja lógnak. Tehát van valami kollektív élmény is a többieknek is, akiket nem választanak ki. Igen, hát ez valami előkészület, ez az időszak valamire, gondolom én. Lehet, hogy a halálra, és hogy a halált jelenti tulajdonképpen az egész elkerülés Afrikából. Igen, igen. És akkor most jönnek az érdekes nevek, ugye, és az érdekes elnevezések. Hamuvölgyben vagyunk, kakashalom, bolondvizesés, ifjú nútbolond, ifjú, idős nőtt bolond. Szóval ez megint egy kérdőjel, hogy vajon miért? Vajon mit akar ezzel? Azt a vidéket, ahol ő a templomban dolgozott, a Donga templomban, azt nem Hamuvölgynek hívják, hanem hogyha Zsuzsa nekünk a négyes számú filmet bejátsza, akkor látni fogjuk egy pillanatot még a filmbejátszással, Barbie, légy szíves, majd amikor mondom, hogy most, jó? Jó, rendben. Köszi. Most azt a templomot fogjuk látni, azt a Donga templomot, ahol a leírás szerint, a regény szerint Amy az első heteit töltötte Norvégiában. Ő ezt Hamuvölgyi templomnak nevezi. Igazából ez az Urnesi templom, az egyik legrégebbi fa templom Norvégiában. Ezernél is több volt régen. Ma már csak 30 található belőle. Ez egy 3 perces angol nyelvű film sajnos,
és Barbie majd meg fogja állítani egy résznél, és ekkor vegyétek majd a kezetekbe a borítót, akinek van, mert érdekeset fogunk tapasztalni. Az angolul nem beszélő kedvéért nagyon könnyen érthető, tehát arról van szó, hogy a 1000 éve áll ez a templom, állja a skandináv időjárás viszontagságai, a vikingek korából származik, a vikingek nagyon jó ácsmesterek voltak, ez nem csak az épületek szerkezetén, hanem a hajóik szerkezetén is látszik, és ez a kettőnek az építkezése nagyon hasonló. És akkor most kérjük szépen a kis videót. The Spirit of the Vikings, Urnestav Church. The fjords of western Norway make a breathtaking setting. Urnestav Church stands on the banks of one of them, the Sognafjord. The church has been described as the queen of wooden churches. It was built at the beginning of the 12th century. The Viking era that had started during the 8th century was already over, but Viking craftsmanship continued to be passed down over the centuries. The roof is steep and has a scale design to ensure snow slides off. The outer walls are decorated with Viking-style carvings. This is a tangled ivy decoration. This animal is biting on a long-necked dragon. Most nézzétek a borítót. Megtaláltátok? Igen. A harapó állatkát? Igen. Mint a sárkány farkába harap? Igen. Köszi, folytathatjuk, Barbie. The dragon was a prominent Viking symbol. Vikings were skilled carpenters. They built ships that could absorb the shock of strong waves. The Scandinavian climate is harsh. The wooden church, however, has withstood strong winds blowing uphill from the fjord for centuries. The church's flexible structure helps it resist the wind. It's extraordinary that not a single nail was used in its construction. Wooden materials were put together with supporting wooden elements to cushion the shocks and forces from outside. It's the same technique Vikings used to build their ships. The structures designed to resist strong waves were applied to their buildings. This is the church altar. The candle holder is shaped like a Viking ship. There's a dragon head decoration on the bow. This pillar is made of pine. To grow straight trees, all branches were removed, then grown for another 7 years before the tree was cut down. Some characteristic Viking decorations are also found here. This pillar has carvings of plants and dragons. There were just small holes for light when the church was built. The current window was made afterwards so the priest could read from the Bible. This is Norway's oldest church. It's an outstanding example of traditional Scandinavian wooden architecture. It has been a part of the fjord landscape in Norway for almost 1,000 years. The spirit of the vice. Köszönjük szépen. Tehát a norvég táj részét képezi ez a fa templom vagy donga templom is most már majdnem több mint 1000 éve. De hát eljött a tél, itt ugyan nagyon jól érezte magát Éiming, aki egyre több mindent ismert meg a norvég életből, furcsaságokat is, ugye, hogy például a juhokat hogyan tartják,
hozzák viszik az évszakok váltakozásával, legeltetik velük a tetőn fennlévő füvet, ilyet én is láttam Norvégiában, nem is keveset. Nagyon érdekes, többek között ez a jelenség is. Szóval eljött a tél, és minden csodálatosan zajlik, egyik láncszem kapcsolódik a másikba az ő életében, és már is a lakásadó nője szerzett neki egy újabb bérleményt a bolondvizesés alatt, most már csak munkát kell keresnie. Tehát munkát Norvégiában sem olyan egyszerű találni, annál arról nem is beszélve, hogy a munka közvetítőben nem túl kedvesek vele. De ez sem igaz. Ez sem igaz, mert végül az ügyintéző hölgy, aki végül rábökött egy címre, még arra is hajlandó, hogy elkísérje őt megnézni azt a munkahelyét, amiről ő még nem tud semmit. De mikor elindulnak ezzel az ügyintéző hölgyel, akkor valami nagyon érdekes eseménybe botlanak bele. Akik olvasták, biztosan emlékezni fognak, mert most Saci megint egy jelenetet olvas fel nekünk. Akik meg nem olvasták a könyvet, azok meg csak füleljenek. És hát, ha kedvet kapnak hozzá. Igen. Az adminisztrátornő, aki a munkaközvetítőből elkísért, készségesen elmagyarázta, hogy egy sportversenyt látok, amit az öreg otthon szervezett. Az indulók két versenyszámban nevezhettek, tolókocsis, illetve gurulós járókeret kategóriában. Nagyapám 93 éves koráig élt, de csak azért, mert javasember volt, aki ismerte az egészséges élettitkait. Nem derült ki, hány éve lett volna még hátra, ha a mérgek és ellenmérgek nem emésztik fel idő előtt az életerejét. A nagyapámtól eltekintve azonban nálunk Beninben, az emberek abban a korban, amiben ezek a tolókocsis és járókeretes versenyzők voltak, már 20-30 éves halottak. Akkor még nem szoktam át a norvégiai viszonyokra, így a kakashalmi versenyzők kora varázslatosnak és valószerűtlennek tűnt a szememben. Olyan halottaknak láttam őket, akiket életben tartanak. Megint annak az utazónak éreztem magam, aki a bnokimók között jár, és zavarban van, mert nem tudja eldönteni, hogy a körülötte lévő emberek közül ki holt és ki eleven. A verseny éppen csak elkezdődött, amikor odaértünk. Mivel a tömeg miatt egyelőre úgysem tudtunk volna eljutni a főbejáratig, kényszerűen megálltunk a bámészkodók között. Először gurulós járókeret kategóriában álltak starthoz a versenyzők. Ők voltak a népesebb mezőny. Azok a 80 év fölöttiek nagyjából 100 éves korig, akik még a saját lábukon jártak, éppen csak meg kellett támaszkodniuk. Mindegyiküknek külön edzője volt, az öreg otthon valamelyik ápolója. Rajtuk a versenyszabályok értelmében a kritikusok pillanatokban meg lehetett támaszkodni. Nagyapám mondta a Dasazuméi nagy baobabfán, hogy a halottak a haláluk pillanatától kezdve felejtenek. Fokozatosan elvesztik az emlékezetüket, hogy a legvégül minden emléktől megszabadulva ki tudjanak szakadni azoknak a szellemeknek a hatalma alól, akik bennük szövetségre léptek hajdanán. Amikor az ember idő előtt hal meg, a szellemeinek sokáig hatalmuk van még fölötte a halál beállta után is. Nem hagyják nyugodni. Miattuk érdeklődik a halott továbbra is az élők dolgai iránt. Mindaddig kísértés visszajár, amíg el nem érkezik az a pillanat, amikor igazából meg kellett volna halnia.
ennek a fordítottja történik azokkal, akik túlélik azt az időt, amikor meg kellene halniuk. Ezek az emberek, annak ellenére, hogy életben maradnak, a halottak módjára elveszítik lassan az emlékezetüket. Ezt az emlékezetvesztést a fehér Alzheimer-kórnak vagy demenciának hívják. Sok életben tartott öreg ember küzd vele egész Norvégiában. Ezek közül az egyik volt a gurulós járókelet kategória győztese, aki, miután újraélesztették, tökéletesen elfelejtette fjordvidékre szóló nagy diadalát, és bizalmatlanul szemlélte a személyek körüli felhajtást. A másik, a tolókocsis kategória győztesének elméje azonban vágott még, mint a borotva. Ő hosszú interjút adott a Viking Tülöknek. A címlapra került. Gerd magáról is mesélt a megyei lapolvasóinak. Bevallotta, hogy korábban 76 évig tartó házasságának egész ideje alatt félénknek és emberkerülőnek ismerte magát, de özvegyen maradva teljesen megváltozott, mintha átállítódott volna benne valami. Köszönjük szépen! Ez megint egy filozófiai mélységű eszmekutatás egy szituáció kapcsán, ami a tolókocsisok meg a gurulójáró keretesek sportversenyek közben zajlott. Nagyapám mondta címszóval, és elgondolkodhatunk, hogy mi is az Alzheimer-kór, és hogy ez a nagyapa szemszögéből és a szellemek tanításai szerint hogy néz ki. Tehát, és akkor Amy ugye megérkezik az öreg otthonba, és elkezdődik az öreg otthoni pályafutása. Ott a főnöknője fogadja boldogan, mert ugye munkaerőre mindig szükség van. Mennyire Norvégia ez? Mennyire főhősünkről szól, kettőjükről együtt? És emlékeztetlek benneteket a kettő kérdésünkre, tehát a boldogsággal kapcsolatos kérdésre, és az Ego Művészeti Díj kapcsolatosra. Még csak próbáljuk meg tovább bontogatni a hagymahéjait. Az ellentmondásoknál és a véletleneknél tartottunk. Hogy vagytok ezekkel? Saci? Ha nincs más, akkor megint nagyon röstelem, hogy ilyen sokat beszélek, de ez a könyv nekem annyira tetszett, és annyira bevonzott, és annyira magá összefonódtam vele, hogy el kell mondanom mindent róla, ami eszembe jutott. És most az jutott eszembe, hogy itt odaértünk, hogy azt hiszem, hogy az ellentmondások, amik a könyvben szerepelnek, itt fognak kiteljesedni. Rengeteg ellentmondás párt tudunk felállítani a könyvben. Magát azt, hogy Afrika, Európa, Dél, Észak, Fehér, Fekete, sok-sok ellentmondás, de itt lesz a legérdekesebb a főszereplőnk és a leendő párja a szerelmek közötti ellentmondás. És erről megint nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, mert én már megint ilyen filozófikus mellékhangokat érzek ebben, hiszen itt egy színesbőrű és egy fehérbőrű emberről van szó, egy színesbőrű férfi és egy fehér lány szerelméről. Egy ép ember, egy egészséges és egy beteg ember kapcsolatáról méretükben is különbözik, hiszen egy magas, nagy, daliás termetű férfi és egy picike nő. Tehát olyan sok minden összejön itt ebben a legvégében a könyvnek, annyi sok ellentétpár, és ezek az ellentétpárok itt mind kisimulnak. Itt mind egy harmóniába simulnak bele.
és számomra ez a legtökéletesebb a könyvben, a legcsodálatosabb, hogy hogyan, milyen könnyedén, milyen szépen oldja föl ezeket az ellentéteket. Mennyire megnyugtatóan. Ennyi. Igen, igen, igen. Ugye a monszun eső Afrikában, ami szinte akadályozza a vezetést, és a vezetés lehetetlensége a jégbe fagyott szerpentén úton. Norvégiában ez egy másik ellentmondás, de ez is igen, nagyon, nagyon szemléletes. Igen, de közben elfelejtettem, kiestem a szerepemből. Bocsánat. Van-e valaki másnak hozzáfűzni valója? Zsuzsa. Azt hiszem, már előbb mondtam a legelején a beszélgetésnek, hogy engem nagyira megfogott, nem csak az, hogy a végén találkozik a szerelmével, hanem a közben is boldog. Tehát amikor a munkáját végzi, ő akkor is boldog, ami nem egy könnyű munka. És ami nagyon érdekes, ugye a ridegebb természetű norvégok között ő az egyetlen, aki annyira empatikus, majdnem az egyetlen gondolom, annyira empatikus, hogy minden egyes beteggel, akikkel nem könnyű megtalálni. Általában a beteg emberrel összhangot találni nem könnyű, de ezek különlegesen nehéz esetek. Hiszen értelmileg nem úgy reagálnak, néha pont ellentétesen megdühödnek, ellenségessé válnak egy segítő mozdulatra vagy szóra. És ő találja azt a módot, hogy ezekkel az emberekkel felvegye a kontaktust, és bízzanak benne. És ez egy egészen érdekes dolog. Igen. Adottság, ami vagy megvan valakibe, aki beteg, általában emberekkel foglalkozik, de különösen beteg emberekkel, vagy nincs. Akkor is boldog, mert jó ridegek a munkatársai, nem kedveskednek neki, de toleránsak, nem érzékeltetnek vele semmit a hófehér bőrükkel, meg az egész más alap tónusokkal, neveltetésükkel, szokásaikkal. Semmi olyat nem észel, hogy őt különlegesnek tartanák esetleg, mint Afrikában, hogy másnak tartanák, hogy nem megfelelőnek, és a betegek ugyanúgy elfogadják, mert megtalálja velük a tónust. És ez nem... Nagyon pontos, amit mondasz. Nagyon-nagyon sokba hozzájárult a végkifejlethez. Köszönjük. És Ildikó, te is szerettél volna? Nekem csak egy apró. Szóval itt az Émi, aki mindenhonnan ugye kilóg, tudjuk, mert más. És ez a szerelem a végén, hát a Gréte, hát ő is más, de nagyon. Igen. Talán nem véletlen, hogy a személyes empátia és az első pillanatra szót értenek, de hogy ebből szerelem lesz. Szóval ez a másság, ami Norvégiában nem olyan, mint például nálunk lenne, de vagy máshol, de ez is. Szóval ebbe oldódik föl szerintem a végén. Igen, közben eszembe jutott a gondolatom, hogy ugye már beszéltünk az első képről, ami fogadja, amikor Norvégiában, amikor a kompra érkezik. Tehát az értelmi fogyatékosok, mozgássérültek, Down-kórosok sokasága. Aztán ugye a hamuvölgyi templom gondoknőjének a lánya lejön az emeletről, egy Down-kóros lány. Az öreg otthonba kerül, a betegek közé, ahogy Zsuzsa részletezted, majd egy Szinyakov-szindrómás nővel szerelmesednek össze. Ti mit gondoltok erről a sokféle nem köznapi jelenségről? Az, hogy tolerancia és elfogadás, a más elfogadása, ami
És erről szól a könyv. Valahol. Aztán még ezt ki lehet bővíteni, és filozófia, stb. De valahol nekem ez volt a magja a végén. Uh-huh. Igen, Judit? Nekem az Ildikó gondolata nagyon tetszik, mert én is pontosan ezt gondolom, és hogy vannak pillanatok Norvégiában is, amikor azt érzi, hogy őt nagyon megnézik. Tényleg elfogadó a társadalom, de azért felbukkannak ezek a pillanatok, hogy így nagyon megnézik a bőrt. És azért ő érzi azt, hogy ő itt egy idegen. Tehát valami mondata is van, hogy az a végén talán, hogy az idegenség már teljesen hozzám tartozik. És én ezt valahogy elfogadtam, és hogy igen, és hogy talán ez a gyógyító szeret, ezt is valahogy összefüggésben érzem ezzel az idegenséggel, hogy egy idegen segít más idegeneknek. Tehát hogy ezek marginalizált csoportok, akikről szó van, és ő is egy marginalizált csoporthoz tartozik, akármennyire is toleráns is Norvégia, de hát azért megnézik. És számomra ez tényleg gyönyörű, hogy így rátalál erre, hogy itt találja meg önmagát, mert az is nagyon érdekes, amikor Bordóban valóban az a jelenet, hogy ő találkozik önmagával. Mert ugye tényleg az van, hogy neki két neve is van, ugye? Először az anyja után van egy személyigazolványa, meg az apja után is. És akkor kilép onnan az a figura, aki tényleg az, aki ő lehetett volna, hogyha ő Bordóba kerül. Igen. És hogy ő saját magát keresi egész végig, és hogy ebben a segítő szakmában találja meg az igazi önmagát. És egy kicsit így, ha tovább gondolom, akkor ugye 2015-ben kezdődik ez az egész migránsválság, vagy menekült válság. Tehát, hogy Európa nincs annak tudatában, vagy legalábbis Európa egy része nincs annak tudatában, hogy ezeknek az embereknek a jelenléte, ez konkrétan gyógyító lehet. Tehát, hogy nagyon sok mindenben gazdagít, gyógyít. Tehát, hogy én egy kicsit tovább gondoltam ezt az egészet. Tehát, hogy nagyon, nagyon szép ez az alapgondolat a könyvre. Igen. Igen. Akartam csak kérdésítésképpen. Kata? A Judit gondolatát fűzném tovább, hogy mindig idegen a főszereplőnk, de még egy idegensége van, hogy Norvégiában állandóan, eleinte legalábbis franciának gondolja magát, és a franciasságával hasonlítja össze a norvégságot. Ugye a norvégok például nem köszönnek el egymástól, nem köszönnek, és nem adnak kezet egymásnak, nem érnek egymáshoz, és mi franciák, mi kezet fogunk, ha kell, ha nem, megállás nélkül. Tehát nagyon furcsa, hogy neki több esélye van, és nem hol ez kerül elő, hol az kerül elő. Igen. És nagyon fontos szerintem ez az érintés, hogy ő irtózik attól, hogy bárki is megérintse, akár férfi, akár nő, soha nem is volt semmiféle párja, vagy egyáltalán próbálkozása sem, semmiféle társkapcsolattal, az derül ki, hogy az afrikai részből, meg persze Franciaországban sem, és egy olyan segítő munkában talál egymással, egyfolytában fogdosni kell vadidegen és rossz állapotban levő embereket. Ilyen borzasztó lábakat ír le például, meg egyáltalán borzasztóan kinéző embereket, és semmi problémája ezzel nincs, csak hogy ne érjenek hozzá a munkán kívül, és nem kell félni, a norvégek nem szeretnek egymáshoz érni. És ez a szép szerintem ebben a szerelemben, és ez szimbolikus is, hogy ez a kettő összér, hirtelen vágyat érez, hogy hozzáérjen valakihez, de az a valaki, az a paciense is először még. Ugye? Tehát, hogy az érintésnek hirtelen létjogosultsága lesz, és lesz egy többletjelentése, amikor más szerelemről van szó. Igen, szép. Igen. Igen, igen. Köszönöm. Judit megint. Szólj még, Judit szeretne még valamit. Bocsánat, igen. De hogy az is olyan érdekes, hogy azt meg fájlalja, hogy nem maradnak ott a munka után egymással beszélgetni. Igen. Tehát annyira ilyen, kicsit olyan aszimmetrikus ez a figura, hogy a testiségtől sokáig távol marad, de ugyankor ezt a lelki közelséget meg hiányolja, és ez gyönyörű. Hogy mindig sajnálja, hogy mindenki hazamegy a munka után, és ez tényleg van egyébként,
hogy mert részvati kultúrákban van a munka, és van a magánélet, és kész. Igen. És annyira szép az, hogy ő ezen bánkódik, és hogy aztán a végén annyira jóra fordul az egész. Ez nagyon jó. Ennyit szerettem volna. Most idejében szólok, és megkérem Barbit, hogy az első számú mellékletünket megint mutassa meg nekünk, és ez az Egon díjjal kapcsolatos, hogy még van idő gondolkodni, hogy is van ez, vagy hogy is volt, hogy Kun Árpád regénye lett a kiválasztott. Szóval fussátok át még egyszer. Köszönjük a nagyítást. Esetleg azt is lehet, ha te egy másikra adtad volna a voksodat, azt is megbeszéljük majd. Ugye elég volt ennyi átfutni. Köszönjük, Barbie. És most megint egy kis üdeség következik. Egy újságírónő, Parászka Boróka elment Kun Árpádékhoz, meglátogatta őket Norvégiában, ott töltött egy hetet náluk, és egy hosszú, több mint egy órás filmet készített róluk, főleg Kun Árpáddal való beszélgetés látható, de a életüknek a helyszínei is. Ennek a filmnek az a címe, hogy A takarító férfi, és ebből most egy kis jelenetet fogunk látni, hogy hogyan rollerozik az ápoló az idős otthonban. Úgyhogy kérjük szépen az 5/A és A nevű vagy számú videót. Az étkező, itt reggeliznek az itt lakók, és ezen az ápolói osztályon vagyunk, ahol csak nem egészséges ápolásra szoruló öregek laknak a saját ilyen apartmanjaikba. De mondjuk itt ki van téve minden, és kiszolgálják föl. Kiszolgálják saját magukat, csak elő van készítve az asztalon, mert meglátjátok, mert úgy az a törekvés, hogy minél önállóbban ellássa magát, tehát hogy ne legyen, hogy is mondjam, csak túl ápolva, és ezáltal ugye aktivizálja az ember, hogy nem tudom, tehát hogy az önálló cselekvést amíg lehet fönntartja nála, érted? És ezt így látod, ezt a tendenciát, hogy... Hogyne. Ez egyébként szerintem az önálló életre nevelésnek a végső stádiuma, mert hogy folyamatosan ez van, hogy a gyerekek is, hogy mindenki legyen önálló, és önállóan cselekedjen. Tehát ez egy nagyon benne van szerintem a mentalitásban. És van olyan, akivel ilyen nagyon személyes viszonyod alakult? Egy-kettő, de nagyon sokkal nem is lehet, mert nagyot hallanak, és le vannak épülve szellemileg, érte? Tehát, hogy a többséggel azért ez nem lehet annyira elég felszínes a kapcsolat, és van néhány, akivel. De hát ők azért nem az én osztályom, mert nem mit tudom, én egyetemet végzett emberek, akikkel talán főleg bölcsészekkel könnyebben szót értek.
Nekem is megvannak a korlátjaim, úgyhogy meg mindenkinek nyilván. De mondjuk engem érdekelnek az emberek, szóval, hogy próbálok én, magam szintjén én is egy ilyen riporter vagyok, hogy próbálok feltenni kérdéseket az embereknek, amire jó válaszokat várok, hogy mit tudom én. Van olyan része, amit mint kifejezetten szeretsz, vagy nem szeretsz? Hát ezt szeretem. Tehát kaját adni az embereknek szerintem tök jó, nem? Én nekem jó, tehát hogy megetetni valakit. Ezt szeretem. Stabil helye van itt az embereknek? Vagy mindenki? Persze, persze. Sőt, itt ülnek a lányok, ott meg a fiúk. És itt pedig, itt egy pszichiátriai beteg, aki szintén már idős ember lett közben. Hey, Mette, very back, yeah, for jej mu vikariére nue. Köszönjük, ennyi volt. Hát így néz ki egy idős otthon étterme, és hogy Amy tulajdonképpen ki volt, hát ez egy nagy kérdés. Ugye az epilógusban azt írja Kun Árpád, hogy a szomszédjárásban egy barátja. Aztán egy következő interjúban már más mond, már ezt módosítja. Nekem van egy olyan sejtésem, hogy Amy az ő. Az elején is ezt éreztem, már Afrikában is, aztán egyre inkább bizonyossá vált bennem. Ti hogy vagytok ezzel? Nem tudom, az epilógusban azt írja le, hogy ismerte Amy-t. Igen, igen. De aztán egy ésbeli interjúban már azt mondja, hogy a fikció szülötte. De ez nem is érdekes annyira. Egy következő kérdésem. Egy helyen említődik a zsidó szó. Egy helyen említődik. Ezt észrevette valaki? Hogy egy darab zsidó volt az egész városban, vagy településen, vagy mit tudom én. Uh-huh. Nem. Egy az az egy. Én erre emlékszem. Nem, egy holokauszt túlélő lengyel lányával hozták össze az apukáját egy összehozott házasságban, ami boldogtalan volt, és nagyon külön, nagyon hamar szét is váltak. Ez Bordóban tudja meg. Az nem, is. Nem. Volt egy Norvégiában is egy darab. Igen, de nagyon furcsa ez a rész egyébként, ugye, mert nem szokásos, hogy összehozott házasságok azok ne zsidók között legyenek, hanem egy zsidó is egy. Tehát ez elég furcsa, meg nincs jelentésese, tehát ez nem is tudom, hogy került bele a történetbe, és miért. Ha csak nem az, hogy egy szintén emigráns, aki nehéz családból jön, tehát hogy két nehéz hátterű ember nem tudott mit kezdeni egymással, de ez nincs kifejtve, tehát nincs igazán szerintem funkciója a regényben, de érdekes. Igen, igen. Ugye most már beszéltünk arról, hogy a segítésről, és hogy a társadalom milyen rétegei kapnak segítést. És akkor az a zsidó említés, amire gondolok, az a következő. Ez a 403. oldalon, aki előtt esetleg ott van a könyv. Egy nap kompon jött haza a munkából, és azt mondja, hogy a komp társalgójában ültem, ami engem mindig egy múlt századi brit udvarház szalonjára emlékeztetett, anélkül, hogy pontos képem lett volna, milyen egy ilyen szalon. Minden esetre a fényes borjúbőr diványon Winston Churchillt képzeltem el néha, ahogy széterpesztett lábakkal szivarozik, időnként nyögve előrehajol, lepöccinti a hamut a porcelánba. Aznap Churchill helyén Odney ült. Ez az Odney,
az öreg otthon vezetőnője, akivel először hűvös a kapcsolata, majd amikor kiderül, hogy a betegek őt mennyire megszerették, és van, aki hozzá ragaszkodik, akkor Odni is elkezdi tisztelni. És azt mondja, hogy a korábbi kétmondatos ismeretségünk akkorra már elmélyült. Olyan kérdést találtam feltenni neki, amire hosszú percekig válaszolt. Elmesélte, hogy számolták fel évtizedekkel azelőtt Kakashalmon a bolondok házát, ami eredetileg egy sziklaoromra épült tüdőszanatóriumnak, és ahol TBC-snek kiadva magát, sikeresen vészelte át a 4 éves német megszállást a járás egyetlen zsidója. Az értelmi fogyatékosok társadalomba való visszailleszkedése után a hely, a bosnyák menekültek tömegszállása egy lebontásra való épület lett. Tehát tüdőszanatórium, ahol a járás egyetlen zsidója átvészelte a német megszállást, ami ebben az esetben 4 évig tartott, mert Norvégiában már 1941-ben megtörtént a német megszállás. Majd az értelmi fogyatékosok társadalomba való visszaillesztése történt, és a bosnyák menekültek szállása lett. És amikor azt kérdezem, vagy azt firtatjuk, hogy miért boldog Észak, akkor ezért is. Ezért is. És akkor ígértem nektek a saját tapasztalataimból adalékot mindehhez. Amikor én Norvégiába szerettem volna menni, akkor már közelebb voltam a 70-hez, mint a 60-hoz. Hát nem nagyon kapkodtak értem a különböző hostok, akik segítséget vártak, és végül belekapaszkodtam abba az egyetlen ajánlatba, amit egy férfi házaspártól kaptam. 60 év körüliek mind a ketten, most már egy kicsit túl azon, Knut Arne és Olav, akik 25 éve házasok, hivatalosan, törvényesen. Nagyon érdekes volt megismerni őket, és a második fél órában már teljesen természetes volt, hogy igen, az egyikük a női szerepet viszi, az egyikük az, aki takarít, főz, kézi munkázik, kenyeret süt, a másikuk pedig a férfi szerepet viszi. Azért nincs gyerekük, mert mikor ők összeházasodtak 25 évvel ezelőtt, akkor még nem lehetett egynemű pároknak örökbe fogadni Norvégiában sem, de ma már igen. Tehát nem kell az Erez csatornán lecsúszni senkinek sem, ha történetesen egyneműek társaságát kedveli. Szóval én nem tapasztaltam az elzárkózást, vagy a nem barátságosságot Norvégiában, az ellenkezőjét tapasztaltam. És sokat beszélgettem a házigazdáimmal, akik elmesélték, aminek aztán itthon utána néztem, hogy Norvégiában, Norvégia Európa legrégebbi alkotmánya, 1814-ben írták le az alkotmányukat, amiben szerepel többek között, hogy a hivatalos vallás az evangélikus, a király csak evangélikus lehet, meg a különböző hivatalviselők is,
az országban nem léphetnek be jezsuiták, és nem engedik a szerzetes rendeket, és a királyság területére, Norvég királyság területére zsidók sem léphetnek be. 1814-ben. Alig 40 évvel később ezt az utóbbi tiltást megszüntették. De tehát a 20. század közepére így sem volt Norvégiában 2100-nál több zsidó. Egy napot töltöttem a icipici zsidó lakásmúzeumban, ahol mindent próbáltam elolvasni, és döbbenetes volt az a szolidaritás, amit a norvég nép nyújtott a zsidók felé. A férfiakat nem sikerült megmenteni, mert 1941-ben, amikor lerokkanták az országot a németek, akkor nem volt szervezett ellenállás. És hajóra rakták a férfiakat, és elvitték őket. De maradtak a nők, az idősek és a betegek. És olyan szervezett mozgalmak indultak, hogy 1100 embert átvittek Svédországba. Nem volt könnyű. Nem volt könnyű. Télen. Mindent ellenőriztek. Teherautókon és szekereken és báránybőrök alatt megbújva vitték át az embereket, akik aztán többnyire 45-ben visszatértek Norvégiába. Oszlóban van zsinagóga, működik zsidó közösség. Hallgatlak, Bea. Nem tudom, hogy valaki látta, amikor volt a mostani zsidó filmfesztivál, egy film, az volt a cím, hogy Át a határon, négy gyereknek a elég élmény, idézőjelben lévő élményteli útja, mert két nem zsidó testvér, két zsidó testvér, tehát egy-egy testvérpár, neki mentek a jeges útnak, hogy átkeveredjenek Svédországba, és erről a tulajdonképpeni útról szólt ez a film, ahol a nem zsidó testvérpárban a lány az mindenféleképpen megígérte a szülőknek, akiket elvittek, mert megtudták, hogy zsidókat bújtatnak, hogy mindenképpen átviszik a testvérpárt Svédországba, és a fiú az teljesen más befolyásoltság alá került, és a testvérpár közötti ellentétet, és tulajdonképpen a zsidó gyerekeknek az útját, hogy már ameddig idáig eljutottak, hogy a szüleiktől már elszakították őket, és bújtálniuk kellett, és ez a négy gyerek ezen az úton minden keresztül, hát valami zseniálisan volt a filmen bemutatva. Végül is megérkeztek Svédországba, és utána háború után is egymásra találtak, csak tulajdonképpen az emberi viselkedés, gondolkodásmódnak az átalakítását nagyon csodálatosan mutatta be a film. Nem tudom, hogy valaki látta, de nagyon nagy film volt. Négy gyerek volt a főszereplő, és fantasztikus szereplők is voltak ott. Én is szerettem volna ehhez hozzátenni, amit most mondtál utoljára. Kösz szépen. Milyen nemzetiségű a film? Milyen? Hát vegyes felvágott volt szerintem. Négy vagy öt országnak az együttes működése volt. Norvég, azt hiszem volt benne izraeli, és volt benne azt hiszem valami amerikai is, mert annyira a vége az a nagyon amerikaiasan volt befejezve, tehát azért gondoltam, hogy ott, de maga az egész szereplő vált. Hát ha megnézitek, a
mostani utolsó műsorát a Zsidó Filmfesztiválnak meg lehet találni, hogy ennek a szerzői, de nagyon nagy, hogy én számomra nagy tanulság volt, hogy így bemutatni gyerekeken keresztül, és szerintem ilyen gyömegből nagyon sokat tanulnának, hogyha leszán az iskolákból is elő lehetne ilyen filmeket. Igen. Ennyit szerettem volna csak. És ugye Norvégia nagyon gazdag. Ahogy az epilógusban írja Kun Árpád, a kőolaj az eszméletlen mennyiségű profitot hoz. És most itt két mondatot olvasnék fel. A kőolaj megtalálását még az egyébként szikáran fogalmazó norvégok is mesébe illőnek szokták titulálni. Ahogy népmesei, a folytatása is az, hogy a hatalmon lévők nem lopják el az olajból befolyó gigantikus összegeket, ahogy az a többi úgynevezett olajtermelő országokban magától értetődő gyakorlat, hanem az egész társadalom jólétére, sőt, további gyarapodására fordítják. Ezt el lehet képzelni? Ugye ezt mi nagyon nehezen tudjuk elképzelni. És ha megnézitek a Takarító férfi című filmet, most már sajnos nincs időnk, az utolsó jelenetben Boróka beszélget a házaspárral, és megkérdezi tőlük, amit mi is kérdezünk, hogy tudtában vannak-e a norvégok annak, hogy milyen jó dolguk van. És a válaszuk, Kun Árpádék válasza az, hogy igen, tudják, hogy mennyire az Isten a tenyerén hordozza őket, és ezért ezt viszonozzák ezzel, hogy nem lopják el a közös kincsből befolyó profitot, és azt mondják, hogy nincsenek játszmák. Tehát az állam és a kormány, és aki megteheti, nem packázik az állampolgáraival. És a néplélek pedig olyan, hogy segít. Segíti a sajátjait, és segít másokat. Hát a bosnyákok nem közelebb lennének hozzánk. Bocsánat. El kell nekik menni Norvégiáig? El. Ildikó. Két szót szeretnék mondani. Nézzük, hogy mi van a norvég alap, amihez a civil, különböző civil szervezetek ugye nem tudnak már hozzájutni, mert annak vége. Nem ragozunk tovább. Amelyik a leghátrányosabb helyzetű borsodi és a többi településeket céltudatosan segítette, tanodák, nem tanodákat és a többi. Címkézett projektet. De nem. Kész. Igen. Szóval én úgy érzem, hogy ennek a műnek a címe tágabb, szélesebb ívet ölel fel, mint maga a cselekmény. Uh-huh. Igen, a cselekmény kifutása is boldogság. De ami az éjszakot illeti, az egy szélesebb merítés. Annyit szeretnék mondani, Anna, hogy szuper vagy, és aki eddig nem olvasta el a Pali például, akkor a mai szélkezés és bemutató alapján, nemhogy egyszer, még egyszer el kell olvasni. Jönnek elő ezek a képek, amiket már én is elfelejtettem, mert még a nyáron olvastam. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm Annának. Köszönjük. De engedjük meg a Palinnak, hogy megválaszol, hogy mit olvas el, meg mit nem olvas el. Kösz. Tudunk-e válaszolni? Super. Tudok-e
válaszolni arra a kérdésre, hogy a 2014-ben a 10 könyv közül miért erre esett a választás. Hisz olyan nevek szerepelnek ott, mint Eszterházi, meg Tompa Andrea, és Bereményi Géza, és nem sorolom. Egyszerű, mert első könyves regényíró volt, ő volt az egyetlen első könyves, ha jól látom. Vagy talán azért, hogy... Nem első könyves, nem. Neki már jelent meg műve. De nem regénye, verses kötetei jelentek meg, novellás kötetei, de ez az első regénye, és ezzel robbant be, ezzel lett közismert. Regénye is jelent meg, csak igen? Nem nagy regénye, igen. Egy párat olvastam belőle, a Tóth Krisztinát, a Tompa Andreát, milyen Szilárd? Borbély Szilárd. Rettenetesen súlyos, szomorú, nehéz történetek. Ez pedig egy... Valahogy, hát optimista, nagyon szimplán kifejezve optimista, és nagyon jó érzés olvasni. A stílusról nem beszéltünk nagyon, de már nincs is időnk. Igen. Köszönöm, hogy nagyon köszönöm mindnyájatoknak. Továbbra is nyitva a lehetőség, hogy bárki, akiben benne rekedtek gondolatok, hogy küldjétek el és föltesszük a weboldalra. Ugye a múltkori könyvünknek is viszonylag hosszú utóélete volt. Ja, jó, a Ködben című regényről is utólag jöttek a reflexiók, hogy mostra fogjátok vissza magatokat, küldjétek és föltesszük. És mindenkinek nagyon boldog ünnepeket kívánok. Anna, nagyon köszönjük neked ezt a nagyon izgalmas és úttörő típusú beszélgetés, tényleg aktivizáltál mindenkit, nagyon nagyon jó volt. Bagyi, neked is köszönjük, hogy ilyen tökéletesen tudtad pótolni Misut, a technikusunkat, úgyhogy mindenkinek köszönjük, és akkor itt folytatjuk januárban. Gondolom, hogy még mindig Zoom-on. Igen, de ennek a két nagy hozadéka van, többen is írtátok, hogy milyen jó volt közelről látni a szerzőinket, az a legutóbbi könyvklubokban, de egymást is nagyon jó ilyen közelről látni, nem? Ugye a legapróbb rezdüléseket is látjuk, ez az egyik pozitívuma szerintem, ugye, mert intim közelségben vagyunk egymás. Igen. A másik pedig, hogy megmarad a felvétel, ez is nagyon igen, jó. Sokan nézik meg, azt látom, hogy nem lehet összehasonlítani, ugye, hogy máskor vagyunk 25-en vagy 30-an, ha sokan vagyunk, ezt meg megnézik több százan. Klubon is örökké fönt van, és fönnmarad a Bálint Ház csatornáján, meg nálunk is a Facebookon, és hogy határon túlról is be tudnak kapcsolódni, ott van állandó párizsi tagunk is most már. Szóval ez nagyon nagy dolog, azt gondolom. Igen. Jó lenne, ha minél többen képpel is jelen lennétek, hogy minél inkább megismerjük egymást itt a elkövetkező időkben is. Úgyhogy minden jót kívánok nektek, meg magunknak, legyen jobb a 2021, mint ez az év volt. Ja. Hát igen. És akkor találkozunk januárban. Igen. Sziasztok. Jogi, nagyon szépen köszönjük a közreműködésedet. Szia. Nagyon jó volt. Szervusz. Jó volt. Sziasztok.